Több mint 4 évtizede szerte a világon április 22-én a föld védelmére hívják fel a figyelmet. Több mint 40 éve az a mottója, hogy ne hidd azt, hogy nem tehetsz valamit a világ megváltoztatásáért. Ez egy olyan mondat, ami arra emlékeztet minket, hogy minden embernek van valamennyi felelőssége az egész emberiségért, független attól, hogy az élet mely területén tevékenykedik. Nem nagy dolgokról van itt szó, hanem hogy a saját kis közösségében tegyen jót. Az eseményhez Székesfehérváron az önkormányzat mellett számos intézmény, civil szervezet és közösség csatlakozott. A civil korzón egy kiállítás nyílt a Bocs Alapítvány szervezésében, mely szintén a föld védelmére hívja fel a figyelmet és egy globális problémára, a túlnépesedésre. A hétvégén pedig számos eseményre várják az érdeklődőket. Pont holnap lesz az István Király Általános Iskolában reggel, ugye munkanap van holnap szombaton, ezért reggel mindjárt 8 órakor azzal kezdenek a fiatalok, hogy megismerjék azokat a szelektív gyűjtési módokat, amik a mai követelmények támasztanak. Április 22-én hagyományosan idén is megmutatja erejét a kritikus tömeg, azaz a kritikálmász. Minden nem motorikus járművel érkező szeretettel várunk, szoktak jönni gördeszkások, görkorcsolyások is, rolleresek, elég sokan monociklisek is. 16 órakor indul a felvonulás, mely a város forgalmas útjain keresztül halad, ezzel is felhívva a figyelmet a kerékpáros közlekedési forma előnyeire. A parkban számos kísérő rendezvénnyel várják délután 2 órától az érdeklődőket.